ország egyik legszebb stúdiójában vitatjuk meg a közélet mindenkit érintő kérdéseit. Kapcsoljon a megújult Echo TV-re. Echo, a nemzet hangja. Hölgyeim és uraim, elkészültek? Ránk hangolódtak? Akkor nekikezdünk. Az Echo TV budapesti stúdiójából jelentkezik a higgadt, mérsékelt és megfontolt házigazda, Bájer Zsolt. Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm a kedves közönséget itt a stúdióban, és természetesen odahaza a képernyők előtt. Múlt héten ugye egy nem vicces Bájer show volt, most viszont megígérem, legalábbis az elején, hogy ilyen jól még nem szórakoztak. Buster Keaton óta ekkora komikus nem született a világon, mint amivel el fogjuk kezdeni a mai adást. Gyurcsány Ferenc következik. És úgy döntöttem, hogy főkonferálhatnám itt okosan, ügyesen, de nincs hozzá sok kedvem, ugyanis amit látni fognak, az önmagáért beszél. Nézzük meg, kérem szépen, Gyurcsány Ferenc egyszemélyes magánszámát. Az MSZP és a DK megállapodásának lényege, hogy le kell váltani a DK-t. Nem így van. Kezdjük újra. Az MSZP és a DK megállapodásának a lényege, hogy le kell váltani a kormányt. Azt a kormányt, amitől olyan pocsék a maguk tévéje, hogy ezt a vitát folytassuk. Az én fejemben nagyon sok szám van. Akarja, hogy számoljunk együtt? 2×3? 6. Ja. Legnagyobb két számjegyű prím szám mennyi maga szerint? 11. Segítek magának. 11. Igen. Nem. Az a legnagyobb két számjegyű prím szám. Ebben segítettem magának. Mondom, nem. A legkisebb két számjegyű prím szám a 11. És a legnagyobb akkor... Igen. 97? Közel áll a megoldáshoz. Így Svicla 17, az 70, az 9, igen. Azt hiszem 97. Igen. Na. Ugye kérem? Buster Keaton a fasorban nincs. Ezt nem hiszem el. Szerintem matarészeg. Hát ember ennyire hülye magától nem lehet. Hát ez muszáj neki futni valamivel. Hát MSZP-DK megállapodás lényege, Freud mester ordítva mocorog, hogy leváltsuk a DK-t. Ja nem, a kormányt. És neki áll matekozni. Édes Krisztusom! És mindent, de nincs olyan véletlenül, amit eltalálna. Csak a szarva közt a tőgyét. Imádom a palit. Minden nap szeretném látni legalább 10 percig, hogy jó kedvem legyen. Egyébként, ha már Buster Keatont emlegettem, annyi a különbség Buster Keaton és Gyurcsány Ferenc között, hogy Gyurcsány Ferenc óriási komikus, viszont Buster Keaton nem volt óriási gazember. Ezt azért mindig tartjuk szem előtt, ez fontos. No, tisztelt hölgyek, urak, ha már egyébként kabaré, akkor folytassuk kabaréval, mert van nekünk még egy felvételünk, és ezt feltétlen szeretném, hogyha még gyorsan megnéznénk. A Hülye Sapkák versenyének győztese, koronázatlan királya, Demszky Gábor következik. Az olapnak nincs jelentősége. Az olap semmi. Nulla. Nulla. Nem számít. Nem számít. Az olap jogi értelemben nem számít. Így van, a jelentéseinek a nagyobb része baromság. Na most, ha túljutunk Demszky Gábor sapián, meg ezen az egész jelenségen, azért egy pillanatra koncentráljunk arra, amit mond.
Hallották, ugye mit mond? Az Olaf jelentésnek nincs jelentősége. Amit az Olaf mond, az baromság. Ezt mondja Demszky Gábor, lent a 4-es metróban állva, annak kapcsán, hogy az Olaf jelentés leírja, hogy a 4-es metróból a szeretve tisztelt MSZP-SZDSZ kormányok hát nem sokat, 162 milliárd forintot tüntettek el, loptak el, varázsoltak el. Ekkor Demszky lemegy a TET helyszínére, a 4-es metróba, amit utánuk mi megépítettünk, és elmondja, hogy az Olaf jelentés az egy marhaság, és nincs semmi jelentősége. Teszem hozzá, Demszkyvel egy időben az ATV stúdiójában ugyanezt fejtegeti rettenetesen hosszan és nagy meggyőző erővel egy Magyar György nevű ügyvéd, aki hosszan elmondja, hogy hát kapjunk már fejünkhöz, hát az Olaf jelentés az egy ajánlás, az egy ilyen, az Olaf által megfogalmazott, jó esetben nevezzük feljelentésnek, mondja ő, de igazából ennek semmiféle jelentősége nincs, mert aztán ezzel a magyar hatóságok vagy kezdenek valamit, vagy nem. 4-es metró, jönnek a nagy ágyuk, és elmondják, hogy az Olaf jelentés nulla. Egyébként ott 162 milliárd tűnt el, és az 4-es metróról szóló Olaf jelentés aztán megerősödött mindenféle bizottságokban is. Most miért lényeges ez? Mert most ugyanezek, tehát Magyar Gyuri bácsi, a maffia vezérek nagy védőügyvédje, aki most Siófokon indul MSZP színekben képviselőjelöltként, meg nyilván Demszky, meg az összes többi, az összes újságíró, aki akkor hosszan elmagyarázta, hogy az Olaf jelentéssel nem kell foglalkozni, most a Eliosról szóló Olaf jelentést úgy lobogtatják, körülbelül úgy viszonyulnak hozzá, mint Leonidas király az orákulumhoz. Most az a megfelelbezhetetlen. Az az Olaf jelentés, ami egyszer már 4 évvel ezelőtt az akkori választási kampányban ugyanígy előkerült. Meg lett vizsgálva, nem találtak semmit. Azóta nem történt szinte semmi, Olaf, illetve Elios, meg közvilágítás, ügyben, addig minden lezajlott, de nem fogják elhinni, a 18-as kampányban valamiért megint előkerült az Olaf jelentés, és az Olaf jelentés most maga a kősziklába vésem, ehhez képest a mózesi törvények a fasorban nincsenek, mint amit a mostani Olaf jelentés jelent. Azért jó mindig tudni, hogy egyébként az Olaf jelentés, ha a 162 milliárdos 4-es metró lopásról van szó, akkor baromság és hülyeség és semmi jelentősége, hogyha az Elios és a közvilágítós ügyéről van szó, igazságok csíráit és magvait tartalmazó Biblia. Ezt mindig tegyék el a fejükbe. Miképpen azt is, hogy Eliosz ügyben az Olaf jelentések 4 évenként, mint a búvó patak, mindig elő tudnak kerülni. No, és hogyha eddig eljutottunk, ma tele leszünk filmekkel, akkor most meg fogunk nézni egy másik filmecskét. Ez a filmecske, hogy is mondjam, 24 óra alatt konkrétan világhírű lett. A filmet pedig elkövette Lázár János miniszter úr. Lássuk! Bécs egyik nagyhírű, régi nagyhírű kerületében vagyunk, ahol 20 évvel ezelőtt egyetlen egy bevándorló sem volt. Ma ebben a kerületben már csak fehérek és keresztények, idős nyugdíjasok vannak, mindenki más bevándorló. 700 ezerre nőtt a bevándorlók száma Ausztriában, akiknek nagy része itt él ebben a kerületben, ezen a környéken, Bécs városában. Hát meglátjuk, hogyha az ellenzéki pártok beengedik a bevándorlókat, akkor 20 év múlva milyen lesz Budapest. Lehet, hogy ilyen. Mi azért dolgozunk, hogy ezt a jelenséget megakadályozzuk. Jelzésértékű, hogy próbáltam egy-két bevándorlótól kérdezni, hogy érzi magát Bécsben, de senki nem tudott válaszolni, mert senki nem beszélt németül. Tehát egyértelmű tapasztalat, hogyha bejönnek, akkor a városban város születik, és a bevándorlók határozzák meg ennek a közösségnek az életét. Bécsben nagyon sok olyan iskola van, ahol már fehér bécsi gyerek nincsen, csak
bevándorlóknak, közel-keleti bevándorlóknak a gyerekei járnak az iskolába, és ezek a bevándorló közösségek ezek teljesen megváltoztatják a régi városi arculatot. Itt láthatóan piszkosabbak az utcák, láthatóan jóval szegényebb a környezet, és sokkal több a bűnözés. Láthatóan a saját képükre alakították ezt a környéket. A fehér keresztény osztrákok elköltöztek, és a bevándorlók átvették ennek a városrésznek az irányítását. Ezekben a városrészekben, ahogy itt ma délután volt egy kis időm szétnézni, azt láttam, hogy sokkal nagyobb a rendezetlenség, sokkal több az utcai szemét, hospiszok, és a kevés bécsi, aki még itt lakik, az elmondta, hogy sokkal nagyobb a bűnözés, és nagyobb félelemben élnek itt az emberek. Nagy kérdés, hogy előttünk, magyar városi polgárok előtt milyen jövő áll ebből a szempontból. Ha beengedjük őket, és itt fognak élni a mi városainkban, akkor ennek is bűnözés, szegényedés, hospiszok és lehetetlen városi körülmények lesznek a következményei. Ha bejönnek, ez a folyamat megállíthatatlan. No, ez volt az a kis kétperces összeállítás, ami elvergődött a világ hírig. Ugyanis, ahogy Lázár János föltette ugye a Facebook oldalára, hát első körben azonnal megmoccant idehaza ugye a balliberális média, és elkezdték elmagyarázni, hogy ez az egész úgy, ahogy van, hazugság. Ez nincs így. Bécs az csodálatos, tökéletes. Lázár csúsztat, hazudik, össze-vissza beszél, meg különben is. A Lázár az a Lázár. Most mit kell ezt még tovább magyarázni? Kisvártatva előkerültek ugye mindenféle osztrák politikusok, ők is elkezdték elmagyarázni, hogy ez rettenetesen sérti őket, és föl vannak háborodva, főleg mindenféle balos osztrák politikusok. Az egyáltalán nem zavarta őket, mikor mondjuk minket lenáciztak, az nyilván minket nem sértett annak idején, zárójel bezárva. Szóval elindult az, ami ilyenkor el szokott indulni, csak aztán a Valóság nevű nagybácsink megérkezett. És ez az egész ügy olyan szinten égett rá, erre a sok idióta, kretén, lipsi, balos jó emberre, hogy az párját ritkítja. Ugye, osztrák sajtó hosszan megírta, hogy Lázár milyen botrányos filmet mutatott be. És az osztrák sajtó olvasói, ahogy ez lenni szokott, ugye kommentálták a megjelent cikket. Nem fogják elhinni. A kommentelők 95%-a azt írta a cikk alá, hogy az a szomorú helyzet, hogy a magyar miniszternek rohadtul igaza van, sőt, a magyar miniszternek halvány fogalma sincs az igazi valóságról, mert Bécs ennél ezerszer rosszabb állapotban van. És írták az osztrákok, a bécsiek, hogy a saját minisztereiknek, meg kormányuknak, meg mindenféle hülyének, meg a polgármesternek nem megsértődni kéne, hanem szembenézni a valósággal. Innen indultunk. Aztán előkerült, nem fogják elhinni, egy ORF, vagyis az osztrák közszolgálati televízió által készített dokumentumfilm. Ez egy közel egy órás dokumentumfilm, 2014-ben készítette az osztrák tévé. Tudják miről? Arról, ők egy másik bécsi helyszínt választottak, a Viktor Adler Placot, és arról szól egy órás dokumentumfilm 2014-ben az ORF-en, hogy a bevándorlók miatt hát rettenetesen nehézzé és problémássá vált az élet, és romlik a közbiztonság, és sok a kosz. 14-ben. 15-ben kezdődött a migránsválság, és már 14-ben az osztrák közszolgálati tévé egy órában ezt taglalja. Azóta beérkezett Ausztriába több 100 000 migráns, akiknek a döntő többsége Bécsben telepedett le, akkor azért ugye nem csak a formál logika szerint mondhatjuk, hogy 14-hez képest a helyzet valószínűleg elég sokat romlott. De most már viszont nem lehet róla beszélni. Aki most beszél róla, az hazudik, az csúsztat, meg különben is xenofób és rasszista. Ennyit változott a helyzet. Na de, Deus ex machina, a legnagyobb rendező a jóisten, mert mikor csúcsra járatták a pofázást, hogy Bécs a világ legbiztonságosabb helye, és minden a legnagyobb rendben van, és a Lázár miniszter hazudik,
Aznap éjjel egy afgán migráns 4 embert szúrt le. Egy komplett családot, apa, anya, 17 éves gyerek, egy köztiszteletben álló fogorvos, aki a mai napig élet-halál között lebeg, majd leszúrta a saját csecsen dílerét, milyen jó lett a közbiztonság Bécsben, nem? Mikor az afgán, miután agyon szurkál egy osztrák családot, utána fél órával később a saját drogdílerét, aki csecsen, azt is leszúrja, majd mikor elkapják és vallomást tesz, akkor azt bírta mondani, hogy hát a rossz élethelyzete is különben is olyan negatív paszban volt. Tényleg, tesó? Én arra lennék kíváncsi, hogy a bécsiek mikor kerülnek, meg az osztrákok, meg az egész Európa nyugaton, mikor kerül végre olyan rossz paszba ezek miatt, hogy nekiállnak végre Európából ezt az egész szart kitakarítani. Na, ez érdekel engem roppantul. És addig is, amíg ez megtörténik, mondtam én, hogy sok-sok filmet fogunk ma nézni, van egy egészen párját ritkítóan zseniális mozink, tisztelt hölgye. Ja, tehogy is. Hát a lényeget nem mondtam el még az osztrák ügyhöz. Ki volt az, aki bocsánatot kért Orbán Viktor nevében a bécsiektől? A Vona Gabesz, véreim. Jött Vona Gabesz, gyönyörű muszlim szakállával, és bocsánatot kért a bécsiektől Orbán Viktor nevében is. És ekkor, ugye hát nem volt nehéz előkeresni, Vona Gabesz 2 évvel ezelőtt következőket nyilatkozta, hogy a migráns helyzet miatt Európa nyugati felén annyira botrányossá vált a közbiztonság helyzete, felsorolja a városokat, ő imigyen szól, London, Bécs és Brüsszel a legfőbb negatív példák. Azt mondja Gabi, hogy ott már tarthatatlan a helyzet, pattanásig feszült, és nem biztos, hogy kezelhető. Ezt mondja 2 éve Gabi. Most bocsánatot kér. És Gabiék, a Jobbik 2 évvel ezelőtt elmentek Bécsbe, ilyen jobbikos politikusok, és gázsprét osztogattak a bécsi járókelőknek, van róla film, demonstrálandó, hogy Bécsben gyakorlatilag megszűnt a közbiztonság, és a bécsiek csak gázsprével tudják magukat megvédeni. Most meg Gabi bocsánatot kér, hogy a Lázár miket mond a nagyszerű, csodálatos Bécsről. Volt frakció és pártársa Novák előtt se bírta tovább, tegnap a Facebookra föltett egy értekezést arról, hogy talán nem kellett volna ebbe beleállni, kedves Gabi, bocsánatot kérni, mert ezzel csak magadat, meg az egész eszmét bőgetted le. Később még Novák előd azt is odaírja, hogy aki egyébként új utakon jár, az alapítson magának új pártot, és hagyja a Jobbikot a francba, feltételezem, hogy Gábornak üzent, ami egyébként rendben van, már csak azt nem értem, hogy mikor Novák előtt kedves felesége Dúró Dóra hazamegy, akkor este hogy dumálják ezt meg, mert ugye Dorcika a mai napig ott vigyorog Gabika mellett az összes plakáton, meg tartja a sajtótájékoztatókat. Ezt valahogy majd lejátszák. No, ezt azért nem akartam elfelejteni, mert a következő lenyűgöző filmünk, a mai este fénypontja, az Vona Gábor erdélyi útján készült. Mi ott lél ide, miért nem ültél ott, hogy te így van, így van. A székelyeknek hagyd békén. Nem vagy korrekt, ennyi, nem vagy korrekt. Te akarsz a miniszterelnök lenni? A disznó ólamot nem bíznám rád, így van. A disznó ólamot. Hódmezővásárhelyen ki mellé álltad? Hát így van. Odaálltok, oda, mindig odaálltok. Oda, korrektek legyetek, ennyi, pont. Azt csináljuk, szeretném elmondani korrekten a véleményemet. Nem vagyunk kíváncsiak. Nem vagyunk kíváncsiak. Árulókkal nem tárgyalunk. Így van. Szóljon a műenzim. Mi lesz Simicskával akkor? Mert Simicskának benne van az ödibe. Azt vártam volna el tőletek most is, hogy maradtak azon az oldalon, ahol eddig voltatok. És azzal a 20-22%-kal mondjuk, ha bejut a parlamentbe a Jobbik, most nem fog annyit kapni. Meglátjuk.
Nem fog. Nem meglátjuk. Fog. Jó, hát ezt meglátjuk. Akkor következetesen lehetett volna előrébb haladni. Sokkal előrébb lettünk volna azzal, mint hogy most Szél Bernadett és az összes többi őrült-e, vagy nem is tudom, hogy mondja. Mit fogtok csinálni, ha ezek azt akarják, hogy a migránsokat befogadjuk? Már nem akarjuk. Nem akarjuk. De miért mondunk? Soha nem mondunk. A kerítés azt mi találtuk ki. Nem értettem, hogy miért kell ezt a párfordulást megcsinálni. Miért kell nyitni a baloldal, vagy az álbaloldal, vagy a liberálisok felé. Mi az emberek felé nyitottunk. Nem. Gyurcsány felé nem nyitottunk. Gyurcsány felé nem nyitottunk. Bármikor Gyurcsány Ferenc részéről fölmerül az, hogy elvegyék a szavazatokat, mi mindig visszautasítjuk, és soha... Nem hallottam. Te, túl halkan mondják. Nem, ez nem igaz. Ez nem igaz. Nem, ez nem igaz. Nem igaz. Pompás. Imádom az öreg székelyt a nagy bajszával. A disznó ólamot nem bíznám rátok, érted? A disznó ólamot. És milyen igaza van. Egyébként pedig ebben a kis egy-két percben tényleg nagyjából össze van foglalva az, hogy mi a jutalma annak, aki fölköp a levegőbe, aztán aláll. Mi a jutalma az összes gazembernek, aki mindent megtagad, leköp, mindent elárul, és akinek akkor se lehet hinni, mikor alszik. Ezt testesíti meg Vona Gábor egy személyben. És csak szeretném felhívni a figyelmüket, gondolom látták a felvételen, egy ilyen kis izgalmas ősztincs került a Gabi homlokához. Forrásaink szerint az festve van. Mert kell egy tudja, a gondokban megőszült felelős államférfi imázsához szükség van egy helyes kis ősztincsre ott elől. Hát aki szedi a szemöldökét, annak meddig tart egy ősztincset oda pacsmagolni, nem? Köszönöm szépen, hogy megnézték mindezt. Nagyon messzire ne menjenek, mert rövid szünet után kezdődik a második rész, ahol pedig vendégem Lázár János lesz. Folytatjuk a műsort. Vendégem a stúdióban Lázár János kancellária miniszter. Szervusz. Szervusz. A bécsi emberünk megérkezett. Legyen ez a főcsapás irányunk jó, mert elég hamar, 24 óra alatt ilyen világhírűvé vergődött az a kis kétperces videó, amit igen, magam is rögtön megnéztem. Nem ez volt a terv. Mindjárt megbeszéljük, hogy mi volt a terv, igen, csak az első és legfontosabb kérdésem, hogy konkurens televízió csatorna azzal kísérletezett, igen, azt abból próbáltak hírt csinálni, hogy te kivitted az Echo TV stábját magaddal. Milyen nagyszerű lenne, ilyen szervezettek lennénk. Összeültünk egy sötét szobában, ezt megterveztük, és utána ezt előadtuk. És kivitted a stábot közpénzen, természetesen. Ami egyébként durva, mert mondjuk egy teli tank benzinről beszélünk, igen, esetünkben. Igen, igen, igen. János, nem rendelkezünk ezekkel a képességekkel, lássuk be. Azt mondd meg nekem, hogy igen, a film, az a két perc, amit mindenki láthatott a Facebook oldaladon, amit persze rövid átmeneti időre letiltott a Facebook. Majd arról is szeretném a véleményedet kérni, de a film és a valóság, amit te a két szemeddel láttál, az... Kért egy napot, hogy legyünk együtt, teljesen magám úton voltam, szabadságot vettem ki, úgy gondoltam, még a kampány előtt ez belefér. Egyik kampány után, amikor éppen jól elvertek, és egy másik előtt, amikor meglátjuk, mi lesz. Szóval arra az jutott az eszembe,
hogy nézzük már meg, hogy hogy is néz ez ki valójában, mert olyan sokat beszélünk a bevándorlásról, a következményéről, és szerettem volna megnézni magam is itt a közelben, hogy egy nagyvárosban mi lesz a következménye, ha egy kerületet elfoglalnak a bevándorlók, vagy egy kerületben többségbe kerülnek. Bécsi barátainkat kérdeztem meg, akiknél aznap jártunk egy kávéra, hogy szerintük melyik városrész az, ami ebből a szempontból izgalmas vagy érdekes. Megmondták az utcát, elmentem, szétnéztem, sokkal rosszabb, mint egyébként a fölvételek ezt visszaadják. Lényegében egy-két nyugdíjas leszámítva, ott fehér bécsi emberrel én nem találkoztam. Olyanokkal találkoztam, akik láthatóan bevándorlók. Ott álltak az utcán, ugyanaz a keleties kultúra, mint ahonnan jöttek. És az az egésznek a lényege szerintem, hogyha egy 20 év alatt megváltozik a város arculata, az azt jelenti, hogy nem a bevándorlók változtak Bécshez, hanem Bécset változtatták magukhoz. Ugye, amikor kitört a botrány, apropó, számítottál rá, hogy abszolút ebből ekkora... Föl sem erőd bennem. Azt gondoltam, hogy ez egy bécsi számára természetes, hogy ezek az állapotok vannak, hiszen ott él vele, egy város a városban tulajdonképpen. Ez egy nagyon élhető és nagyon szerethető része volt Bécsnek még 20-25 évvel ezelőtt, mára minden megváltozott. Másrészt meg azt gondoltam, hogy ez Magyarországon is szinte köztudott mindenki számára. Megdöbbenve tapasztalom, hogy mennyi ember most szembesült azzal, hogy a szomszéd nagyvárosban, ami hasonló méretű, mint Budapest, mi történt, és valahogy 30-40-50 évvel ezelőtt ott is néhány családdal kezdődött a sztori. Ugye hát, ha már ezt említed, ugye nagyjából ezzel ugyanúgy vagyunk, mint a létező versus nem létező no-go-zónákkal. Hát tudjuk, hogy két évvel ezelőtt Hogyne. Szijjártó Péter, amikor New Yorkban nyilatkozott az ottani televízióban élő adásban, és elmondta, hogy no-go-zónákkal nem akarunk. Igen, akkor őt szétszette az európai és a nemzetközi sajtó, hogy ilyenek nem léteznek. Ma már a német szövetségi köztársaság politikusai is elismerik, hogy ilyenek Németországban is vannak. Már ott is vannak. Az volt a legszebb pillanat egyébként, mikor a BBC csinált hosszú műsort, hogy Szijjártó Péter magyar külügyminiszter hazudik, miközben azelőtt fél évvel ők maguk csináltak egy dokumentumfilmet a londoni no-go-zónáknak. Visszatérve Bécshez. Ugye kisvártatval te két perces kis opuszod után előkerült egy 2014-es ORF, osztrák közszolgálati televízió által készített közel egy órás dokumentumfilm, amely Bécs egy másik város részéről, konkrétan a Viktor Adler Placról készül, és ott elmondják, 14-es a film, ez mindjárt tudjuk, hogy miért fontos, elmondják az ottaniakok, hogy hát elég sok baj van a migránsok miatt. Növekszik a bűncselekmény, igen, megváltoztatják az életviszonyokat, változik a kulturális identitása annak a közösségnek, és kiszorulnak a fehérek, a filmből az jön vissza. 15-ben indult igazából a migráns 15 válság. Nyarán. Ez egy 14-es film. Igen. Nincs néha olyan érzésed, hogy, mert nekem van, hogy 14-ben, amíg nem volt ilyen méretű, és az egész Európát előzöllő migránsválság, addig, lásd ORF filmje, lehetett beszélni az idegenek és a benszülöttek közötti konfliktusokat. Az utóbbi két évben határozott cenzúra van. Na de ez történt a Facebooknál is. Ez hogy létezik? Ez egy izgalmas kérdés, miközben Ausztria sokkal durvább intézkedéseket vezetett be, mint Magyarország, teljes politikai konszenzussal. Arra próbáltam rávilágítani, hogy Ausztriában Schengen ide vagy oda, Európai Unió ide vagy oda, visszaállították a határellenőrzést, ha kell, kivezénylik a hadsereget, lásd olasz-osztrák határ, és talán emlékszel rá, hogy nem kerítést építettek, hanem kaput, aminek két füle és két szárnya van, szellemes osztrák megoldásképpen. Még a Feynman kancellár mondta ezt. Feynman kancellár alatt. Tehát minden gátlás nélkül megépítik a kerítést, kivezénylik a hadsereget, lezárják a határt, és a határon bevezetik az emberek és az áruk ellenőrzését, és egyébként pedig olyan szabályokat, olyan törvényeket hoznak Bécs városában és Ausztriában, amelyek kifejezetten korlátozzák a bevándorlóknak a további bejövetelét, mozgásterét, vagy egyáltalán az identitásukat próbálják valamilyen szinten befolyásolni. És ott szembesül az ember vele, hogy ott ez egy komoly téma, fajsúlyos téma, és ilyenkor föl lehetne azt a kérdést tenni, hogy ha ez nem veszélyes, akkor Ausztria miért lép ilyen határozottan, miért cselekszik ilyen határozottan, miért van politikai konszenzus jobb és baloldal között abban, hogy meg kell állítani a bevándorlást. Ha most hozzánk bejönnének, akkor tulajdonképpen egy zsákban találnák magukat, hiszen nem tudnak tovább menni Ausztria felé, le van zárva Ausztria lényegében, bármikor készek erre, és ugyanez Olaszország problémája, és ha Olaszországba bemennek, akkor ott is ragadnak, hiszen nem tudnak Ausztria felé tovább menni, hiszen az osztrák hadsereg bármikor lezárja a határt. És ezt ott tudják, erről ott világosan beszélnek. Nálunk azonban olyan ellenzék van, ami nem támogatta
se a népszavazás ügyét, se a kerítés ügyét, se az alkotmánymódosítást, se a törvények szigorítását, miközben Ausztriában a politikai szembenálló felek is tudják azt, hogy a bevándorlást korlátozni kell. Nálunk meg azt hazudják, hogy nem probléma a bevándorlás. Ezért álltam meg Bécsnek ezen a részén, hogy megpróbáljam rávilágítani azoknak a figyelmét, akik a Facebookon vagy a nyilvánosságban a munkámat követték, hogy szerintem ez egy létező probléma, hát innen 180-200 kilométerre ez a valóság. Ebben élnek emberek, városrészek változtak meg. Bécs történelmi negyedei alakulnak át, azért, mert bejött egy közösség, aki nem fogadja el a bécsi játékszabályokat, hanem inkább Bécs városa változzon hozzájuk. Ugye, már a mai adás első részében is megmerészeltem fogalmazni, hogyha egyébként ez nem lenne iszonyatos tragédia, akkor az ember akár tragikomédiának is nézhetné, hogy miközben csúcsra járatták veled szemben azt a támadás sorozatot, hogy ugye hazudsz, hamisítasz, csúsztatsz, a Bécs a világ legbiztonságosabb városa, és aznap este jött egy afgán, azt mindjárt négy embert megkéselt, egy komplett osztrák családot, egy köztiszteletben álló fogorvost, feleségestül, lányostul, és a bécsi nagyobb biztonság dicsőségére utána még a csecsen drogdílerét is megkéselte, nevezett afgán migráns. Tényleg olyan, mint hogyha ezt a jóisten rendezte volna ezt az egész dolgot. Azt hiszem, hogy nem, de ez a hétköznapi és valós élet ott. Én megnéztem a 2017-es bűnügyi statisztikákat, régi mániám, hogy megnézem általában városok, országok, megyék vagy települések bűnügyi statisztikáit, és előkerestem a bécsi statisztikát is. 6%-kal nőtt a bűnözés Bécsben. Egy évben Bécsben 110 ezer bűncselekmény van, Budapesten 65 ezer. Csak mondanám azért, hogy melyik városban mi a realitás, és abban a városnegyedben, ahol én voltam, ott van a legtöbb bűncselekmény egész Bécs városán belül. Tehát a bűnözés tekintetében mindenféleképpen igaz az állítás, hogy ahol bevándorlás van, nő a bűnözés, rosszabb a közbiztonság és sokkal veszélyesebb a helyzet. Számomra tudod, az a megdöbbentő, hogy ma Magyarországon zajlik egy vita a politikai pártok között, hogy ez probléma vagy nem probléma. Miközben a szomszéd nagyvárosban, ahol egyébként ugyanezek a politikusok magánemberként rendszeresen megfordulnak, és a magyar választópolgárok jó része is szereti Bécset, ott az a valóság, hogy az emberek bevándorlókkal élnek együtt, és a bevándorlók nagyon sokak számára problémát és nem megoldást jelentenek. Ez olyannyira így van, hogy nem tudok nem foglalkozni azzal a ténnyel. Ugye értelemszerűen az osztrák sajtó, annak is különösképpen a balos lipsi része. Ugye Bécs egy vörös vezetésű város, soha nem szabad elfelejteni. Szóval az osztrák sajtó is sikeresen rátszállt, nem igaz, így nem igaz, úgy nem igaz. Igen, ám, de érdekes módon az ott megjelent cikkek alatt a bécsi, az olvasók, az ott élő kommentelők özöne, pedig azt írta, hát mondjuk ilyeneket úgy összefoglalásképpen, hogy a magyar miniszternek tökéletesen igaza van, a magyar miniszter sajnos még csak nem is tudja a valódi valóságot, mert a helyzet még ennél is sokkal rosszabb, meg hogy a mi politikusainknak írják, ők nem megsértődni kéne, hanem végre szembenézni a realitásokkal. Mi 40 évig éltünk egy olyan világban, az egykori fal rosszabbik felén, ahol volt egy hivatalos politika, volt az establishment, annak volt egy sajtója, kézi vezérléssel, azok mindig megírták, amit kellett, a társadalom meg tudta, hogy az egész hazugság és minden más hogyan van. Most ez az egész átköltözött oda. Ez minden, a megdöbbentő. Igen, mert mindenféleképpen látszik az, hogy az ENSZ-től kezdve, az Európai Unión keresztül mindenki el akarja fogadtatni, hogy a bevándorlás az egy jó dolog. Tehát az alaptételben van a legnagyobb vita. Mert mit mondunk mi? Mi azt mondjuk, hogy a bevándorlás nem jó dolog. A migrációt megszüntetni kell, megállítani, megfékezni és nem megszervezni. És tulajdonképpen 2,5 éve az Európai Unióban, vagy a nemzetközi közösségben, ebben a vitában nem léptünk egy centit sem előre, mert mi azok közé, az országok közé tartozunk, akik azt mondják, hogy ennek semmi értelme, nincs rá szükség, mindenkinek ott kell boldogulást biztosítani, ahová születik, és ne legyen alanyi jog az, hogyha útra kérsz a világ bármely pontjáról, akkor bárhová költözhetsz, és ott teljes automatikus polgárjogot nyersz, mindenféle föltétel teljesítése nélkül. Neked jogod van jól élni azon az alapon, hogy te odamész valahová, és elveszed, kiveszed a részedet belőle, és ennek a kockázatát, a nehézségeit senki nem hajlandó
végig gondolni, miközben a választópolgárok például Bécs városában pontosan tisztában vannak azzal, hogy ez gyakorlati szinten, napi szinten mit jelent. Egyébként az én szándékom nem az volt, hogy város, ez egy része a városnak csak, és azért tanúságos volt a politikusok megszólalása, akik nyilván pontosan érzik a választópolgárok véleményét és hangulatát, és többségükben visszafogottan reagáltak. Ez nyilván nem befolyásolhatja a magyar-osztrák kormányközi viszonyokat, nem is erről szólt a történet, magánemberként mentem oda, és magánemberként akartam bemutatni Magyarország és Budapest számára, hogy mivel jár az, hogyha ez a folyamat elkezdődik. Mi még abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy most még dönthetünk úgy, hogy köszönjük, ezt nem kérjük. De az világosan látszik, hogy ha egyszer ez elindul, akkor nem lehet megállítani. Tehát akkor ezek a bevándorlók a maguk képére formálják az országokat, városokat, és átveszik az irányítást, átalakítják az egészet. Ez volt számomra a tanúság. Végmentem az utcán, és az volt az érzésem, hogy itt nem a bécsiek irányítanak már. Itt már az iszlám az úr, ez a kultúra, ez a világnézet, ez a gondolkodásmód. Ajánlom mindenkinek, csak tegyen egy sétát, és gondolja végig, hogy ez milyen következményekkel jár. Ne politikusoknak higgyen, hanem a saját személynek, itt van közel, meg tudja nézni. Így van, érdemes végig sétálni egy szombat, szép szombati tavaszi napon, mondjuk a bécsi Dunaparton. Hogy milyen változások indulnak el annak az érzékeltetésre, hogy mi a liberálisoknak annyira fontos, hogy ne legyen szegregáció Magyarországon, az a bevándorlással automatikusan létrejön, hiszen városrészek vannak, szegregátumok vannak, elkülönülés van, nem beszélnek németül, nem tartják be a játékszabályokat, egy más világot építenek. Az ő szempontjukból ez persze érthető, de miért kellene nekünk ez alá vetni magunkat? Erre nem kapunk egyetlen egy értelmes érvet sem, azon kívül, amit a mainstream európai elit és sajtó sugároz, hogy ez a jó dolog a mert világnak. Ez a jó. Hát természetesen. Föl kell adni a nemzeti kultúrát, nemzeti identitást, és akkor majd jobb lesz. Egy nagy mix legyen az egész világ. És milyen változások indulnak el Hódmezővásárhelyen? Azt mondta a polgár. Azt mondta az új polgármester úr, hogy mostantól majd nem kell senkinek félni. Nem tudok ezekhez hozzászólni, mert ugye az volt az állítás a választási kampányban, hogy tőlem kell félni Hódmezővásárhelyen. Rám próbálták az egészet verni, meg rám próbálták forgatni. Szerintem a legfontosabb, hogy most együttműködésre kellene törekedni, mert mi fideszesek, mi azért hoztuk létre annak idején, vagy ti jobban mondva, és csatlakoztunk mi később a Fideszt, hogy demokrácia legyen Magyarországon. A demokrácia pedig azt jelenti, hogy az emberek választanak, döntenek, és mi elfogadjuk ennek a következményét, és próbálunk utána a város érdekében, vagy az ország érdekében együttműködni, vagy sikeresen, vagy kevésbé sikeresen. Szerintem jó volna, hogyha a kedélyek lenyugodnának a városomban, jó volna, hogyha együttműködés lenne, hogy megőrizzük azokat az eredményeket, amelyeket közösen hoztunk létre. Én azokat féltem legjobban, amiket közösen felépítettünk, pozitív folyamatokat elindítottunk, mert ahol káosz van, balhé van, vita van, háborúskodás van, ott én meg olyat nem láttam, hogy fejlődés legyen. Tehát a háború, a belső polgárháborús állapotok, egymással túlzottan szemben álló csoportok, azok kizárják, az éles szembenállás kizárja szerintem, hogy normális fejlődés legyen. Én így gondolom, polgármester koromból ezt láttam, vagy ezt tapasztaltam, lehet más a politika, ott például Hódmezővásárhelyen, tehát ezt én nem zárom ki, félreértés ne essék. Furcsának tartom ezeket az új típusú változásokat, és vannak embertelen lépések. Nézd, volt a városnak egy főjegyzője, 41 éve köztisztviselő, elmegy táppénzre, és fölmentik. Én elfogadom, hogy fel akarja menteni az új polgármester, de szerintem azt nem így kell intézni. És az alpolgár, vagy az aljegyzőt? Szintén, aki... 1990 óta ott dolgozik. Igen. És akkor miután nem ment bele a diktafonozásba, vagy nem is tudom, milyen új vezetési módszerek vannak, akkor ki van rúgva vagy szembe, mert állni, vagy mást mer gondolni, akkor ki is a diktátor? Hát az aljegyző nemet mondott a polgármesternek egy kérdésben, vagy megcáfolta, vagy elmondta az igazságot, és akkor azonnal kirúgják. A más véleményéért kirúgják. De jó, tegye ezt a polgármester, de én azt gondolom, hogy ez összességében nem használ a városnak. Én ezért kértem fideszeseket és nem fideszeseket, hogy próbáljanak együttműködni egymással. Jó, én értem, hogy megengedő vagy, de én azért nem lennék ennyire. Például ez kis diktafon mellett nem menjünk el ilyen elegánsan eltartott kis ujjal, mert egy, az csak fölrémlik bennem. Képzeljük el. Képzeld el, ha ezt egy fideszes polgármester csinálja. Hát ezt erre gondoltam kitérni, hogy mondjuk te polgármester korodban vagy most, bármelyik létező fideszes polgármester. Egy 45 ezeres város fideszes polgármesteréről kiderülne, hogy ő mindenkivel, ha beszélget, akkor igen, diktafon van nála bekapcsolva, és azt fölveszi. Szerinted a TASZ. Igen.
Meg az Amnesty International hány másodperc múlva meg jelentkezne? Meg az információs jogokért felelős ombudsman. Igen. Képzeld el, hogyha egy 45 ezeres város fideszes polgármesteréről kiderülne az, mondjuk a helyi Jobbik vagy a helyi MSZP kideríteni azt, hogy ő diktafonnal járkál, és a tárgyalásokon ezt használja, sőt, ő ennek örül is, hiszen ez egy bizonyíték, és később a boldogulását majd segíteni fogja. Mi volna akkor a közvélemény hozzáállása, mondjuk egy Index vagy valami, tehát hogy hogyan hasítana ez, hogyha mondjuk kiderülne szarvas fideszes polgármesteréről, Babák Misiről, vagy kiderülne szexárt fideszes polgármesteréről, hogy ők diktafonnal járkálnak és felveszik a beszélgetéseket, akkor mennyire van itt tulajdonképpen kettős mérce, vagy mi járna egy fideszes polgármesternek, ha ő diktafonnal járkálna? Ebből jól látszik, hogy mennyire hazugság és gyűlölet kampányok hasítanak manapság, és mennyire nem a valóság számít. Én azt gondolom, hogy egy józan, normális gondolkodású, becsületes, tisztafejű embernek nincs szüksége arra, hogy diktafonnal járkáljon és így tárgyaljon. Igen, én... De nem tudom, hogy érted, amit akarok mondani, nem politikusokról beszélek, hanem egy átlag ember ül otthon, annak nem jut eszébe, hogy akkor most fölveszi a diktafonra a gyerekével folytatott beszélgetését, mert az bizonyíték erejű lesz. Utaltál arra, hogy az eredményeket félted. Ugye én, aki szoktam járni Hódmezővásárhelyre. Egy ilyen disznóvágáson találkoztunk először. Így van. Én ugye nem tudom nem észrevenni, hogy mondjuk egy 10 éves távlatban mi történt abban a városban. Hát nem lehet ráismerni. Hogy azért az csak nem képzelhető már el, hogy most hirtelen minden megálljon, csak azért, mert a polgármester diktafonnal járkál, és nem is hiszem, kirúg. És nem is ez a terv. Könyörgök, nyugtass meg, hogy ettől nem fogják leállítani az elkerülő út. Nem, semmilyen terv nincs, félreértés ne essék. Azt nem tudom, hogy majd hogy lesz vezetve a város, nyilván most sokan érdeklődnek, hogy mi fog történni. Meglátjuk, mi fideszesek és a fideszes többség hogy szeretnénk együttműködni. Okay. Akkor 2 percünk maradt, úgyhogy de azért erről még ejtsünk szót. Az együttműködésnek mennyire elős... A Fidesz adja a többséget a képviselőtestetben, ez a nézőkedvéért nem fontos. Mennyire segíti elő az együttműködést, hogy ugye a hírek szerint a Botka kommandó Szegedről ellepte a városházát. Fideszesek abcúg, jöhetnek Botka emberei. Így van, és azzal vannak elfoglalva, hogy mindenképpen április 8-áig találjanak valami olyan ügyet, amit majd fő tudnak pumpálni, hogy kvázi ugye bizony... A fideszesek szétlopták a városházát. Nem kérdés, hogy ez a terv, így van, aztán majd utána úgyis tök mindegy, hogy mi lesz az igazság, de a választási kampányban egy ilyen jól jön. Nyilván azért van ott a Botka kommandó, meg fékezhetetlen agyvelejű volt esztergomi polgármester, azt mondja, hogy a nevét elfelejtettem. Ő is ott van, mindegy, Tétényi van, meg Búbánat, igen. Így hogy lehet együttműködni? Hát józanul, megfontoltan és higgadtan, ahogy ezt a város érdeke kívánja, akik a várost eddig vezették, az alpolgármester urak meg fogják tudni védeni minden részletét a munkájuknak. Hát azt remélem, hogy az nem fog előfordulni, hogy egy halott polgármestert feljelentenek, mert ugye Almási István polgármester úr meghalt. Én azt hiszem, hogy ő egész életében becsülettel és tisztességgel helytállt. Nekem semmiféle félelmem, kételjem nincs a város ügyeinek rendben lévőségét illetően, bárki, bármikor, én akár 10 évre visszamenőleg is bármilyen vizsgálat elé állunk, semmiféle titok nincs, nyitott könyv Hódmezővásárhely élete, ez egy politikai lejárató akció és egy gyűlöletkeltő kampány. Jó, de hát végül is persze, mit várunk egy olyan embertől, aki az egész kampányt 2 ordas hazugsággal indított el. Igen, de látod, ez is belefér a mai politikába. Igen. Tehát ezen túl kell lépni szerintem, igen, és a jövőre kell gondolni, és a város érdekére, meg az ország érdekére. Aztán majd meglátjuk, hogy április 8-án mi lesz, az is egy izgalmas küzdelem lesz. Kíváncsian várjuk. János, köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget, Zsolt. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, túl messzire ne menjenek, mert híradó következik, velem pedig a jövő héten a szokott időben ugyanitt találkoznak. Viszontlátásra.